A számmal megjelölt lufit kellett megtalálniuk a táborozó gyerekeknek. Rengeteg ehhez hasonló játékos programon vesznek részt az egyhetes német nemzetiségi napközi ideje alatt a szekszárdi Dienes Valéria általános iskolában. Hogy is mondjam? Németül beszélgetünk, átismételjük a szavakat, mert én mindent el szoktam felejteni. Lasse am tanzen, ha? Und ich gebe den Menschen Fleisch. A foglalkozások általában, ugye ahogy mondtam korábban már, hogy az alsó szóként se épülnek, de azért ott vannak az egyszerű beszéd szituációk, hogy hívnak. Mi a nev, hány éves vagy, hol laksz, mi a hobbid, és így tovább. Tehát ezeket a dolgokat már az elején úgy bevezetjük, hogy a gyerekek már ezzel játszanak, különféle ismerkedős játékokon keresztül, de a későbbiek folyamán például ma már, már pantomim játékkal például őnek is vásárolni kell. Az egyik irányítja, elmondja, hogy mit kell vásárolnia, a másik pedig megvásárolja azt a portékát. Természetesen ehhez van rengeteg eszközünk, amiket ilyenkor bevetünk ezekhez a játékokhoz, tehát mindig mindent megpróbálunk élethűen, tehát szituációhoz illeszteni, hogy a gyerekek, hogyha esetleg akár elkerülnek külföldre, szüleikkel egy nyári szünetben, akkor ezt a beszéd fordulatot ott is alkalmazza bátran. Én azt gondolom, hogy itt a táborban a kommunikációs nyelv elsősorban a német, tehát már nem fogja őket váratlanul érni a német óravezetés, és hát itt augusztus közepe fele egy nagyon jó ismétlést kapnak, egy nagyon jó palettát a tanult szókincsből, amit nagyban kamatoztatni fognak majd az évelei ismétléseknél. Ezen kívül én azt gondolom, hogy a nyelv szeretete nagyon-nagyon fontos ebben az életkorban, a motiváció, és itt füzetek és tankönyvek nélkül használhatják, tanulhatják ezt a nyelvet, ami mindenképpen motiváló ennek az életkornak. A gyerekek közül többen már évek óta visszajárnak a napközis táborba nyaranta. Azt mondják, az itteni programoknak köszönhetően szeptemberben sokkal könnyebben boldogulnak az iskolapadban német órákon. Itt van hát két osztálytársam, és velük nagyon jól el vagyok meg, hogy nagyon sokat beszélünk németül, mert olyan helyeken voltam eddig, ahol csak angolul tudtam beszélni, és így most nem felejtem el teljesen. A Libelle Német Játszóház Egyesület tagjai 9 éve szerveznek napközis tábort általános iskolásoknak Szekszárdon. A programok legtöbbje játékos formában zajlik, de úgy, hogy közben a gyerekek minél több német szót és kifejezést tanuljanak. Ezek mellett pedig a német kultúrával ismerkednek a táborozók. Voltunk ugye Sombereken, ahol megnéztünk egy tájházat, illetve Bonyhádon, ahol megnéztünk egy múzeumot, ahol volt rengeteg makett tájházakról. Minden alkalommal mindig teszünk bele egy kis német hagyományőrzést. Tájházba látogatunk, pont tegnap voltunk kirándulni Sombereken, visszafele Kakasdon megnéztük az Ulmerschachtelt, a kishajót, és akkor természetesen ilyen jellegű foglalkozások is vannak, de általában ezeket is német nyelven végezzük. Napközis tábor jellegben dolgozunk, reggel 7:30-tól 4:00-ig tartózkodnak itt a gyerekek, a szülők igényeihez alkalmazkodva, hiszen igen nehéz megoldani nyáron is a gyerekeknek az elhelyezését, és akkor 8 óráig érkeznek meg a gyerekek, olyankor mindig egy kis könnyű táncos mondókás bemelegítéssel kezdünk, és jönnek a foglalkozások, napi 3-szori étkezéssel, 4 óra után távoznak a gyerekek. A német nemzetiségi napközis táborban idén több mint 30 általános iskolás diák vett részt.